is tud.
sikerülményt szereztek az alkalommal, egy kicsi hosszabb adás. És hát azért talán többi játék már nem feltétlenül, már előszokott jönni, hogy az emberből ugye a hét kihozza azokat a reakciókat, amit mondjuk sportesemény is lehet látni, de mi fel az ötlet, hogy szerintem hatványozottan igaz, hogy van, amikor lenni két különbséget, tényleg arcon is jelző a játékos, hogy nem így akarta, vagy így szükséges, jó sikerül, néha még a kontrollerek is hát saját rögmájára állnak, és tűnik a volánhoz, mert ez nyilván nagyon kevés szempontból nem érzik közben. Majd érdekes, hogy a játék egyébként felszokta hívni a figyelmet, ott lehetett rá, hogy kicsit a tartás és alapból, hogy képességgel melyik az a játékos, akire meg érdemes figyelni, mert mondjuk az ő statisztikái jobbak, ugye ezek a játékosok statisztikák alapján vannak besorolva. Megint egy gyönyörű támadás, és ennyi. Ennyi kell egy csapatnak, vagy egy játékosnak, hogy felmérje azt, hogy kit érdemes megindítani, hova érdemes bejátszani, és rögtön sikerül egy gyönyörű két ember között indítás, és aztán a többi már történik. Stop it.